Sziasztok, ez itt a Greencutis DIY, és ma megmutatjuk a csőkötések egyik legfontosabb részét, a menetek tömítését. Akár barkácsolóként, akár szakemberként fogunk hozzá a csőkötésekhez, nagyon fontos, hogy a menet jól tömítsen. Hiszen vannak olyan idomok, amelyeket préseléssel rögzítünk, és ezeket, ha vissza kell lazítani, vagy újra meg kellene tömítenünk, akkor ezt ki kell dobni. Ez aztán nagy költség. Így érdemes odafigyelni rá, hogy nagyon jók legyenek ezek a tömítések a csövünkön, így erre mutatunk majd egy kiváló módszert. Akár barkácsolóként, akár szakemberként próbálkozunk a csőkötések tömítésével, tudni kell, hogy az egyikhez komolyabb gyakorlat kell, a másikat pedig nagyon egyszerűen megoldhatjuk. Lássuk, melyik milyen. Vegyük akkor sorra, hogy mi áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy egy menetet tömítsünk. Első és legtradicionálisabb dolog a kenderkóc. Itt a feladatunk az, hogy ebből a hatalmas nagy kócból, amely valójában kóc, hámozzunk ki olyan kis elemi részecskéket, amelyek nagyon szépen párhuzamosan állnak, ezt tekerjük fel szépen a menetre úgy, hogy az ne vándoroljon se föl, se le, és ezzel próbáljuk meg összetömítve megfelelően meghúzni a kötéseket. Hát ez elég komoly gyakorlatot igényel, ahhoz, hogy ne adagoljam túl, ne tegyek túl keveset, és minden tökéletesen működjön. Tehát ezzel nem olyan egyszerű kezdőként bánni, hiszen ha nagyon sokat teszek rá, akkor egyszerűen képes arra, hogy szétszakítja a menetes részeket, például a műanyag vagy a rézidomoknál ez előfordulhat. A következő lépcső ez a teflon szallag, amely már ilyen kis szigetelő szallaghoz hasonló kis karikán található. Ezt egyszerűen föltekerjük a menetre, és innentől kezdve végzi a tömítést. Két dologra kell nagyon figyelni, hogy mennyit tekerünk belőle, mert ebből aztán nagyon könnyű keveset tekerni, aztán bonthatjuk vissza az egészet. Azt, hogy folyni fog-e, nem tudjuk, míg vizet nem engedtünk rá. Arról nem beszélve, hogy visszalazítani egy centit sem lehet rajta, mert akkor valószínűleg biztosan folyni fog, tehát ha rosszul áll a csőkötésünk, akkor kezdhetjük gyakorlatilag előről. A harmadik módszer a menetek tömítésére a Loctite tömítő zsinór használata. Ennek a legegyszerűbb a használata, hiszen minden gyakorlat nélkül a megfelelő menetszámot föltekerjük a menetes végre. Innentől egészen biztos, hogy tökéletes lesz a tömítés. Persze nem árt néhány dologra odafigyelni, de ezt most megmutatom. Akkor beszéljünk arról, hogy mi is ez a tömítő zsinór, és mi ebben olyan forradalmi, mi az, ami miatt nagyon könnyű ezt használnunk. Maga ez a zsinór el van készítve arra, hogy szépen rátekerjük a menetre, némi szilikonzsírt is találunk rajta, ami a későbbi összecsúszását és az összecsavarodását a menetnek fogja segíteni. A teflonszalaggal ellentétben használható gázra és vízre egyaránt. Más dolgunk nincs, mint a kis adagolóból húzzuk ki a megfelelő hosszúságot és tekerjük fel. Időközben a csomagoláson változtattak, sokkal modernebb lett, mint volt, könnyebb használni ezáltal, viszont a lényeg nem változott, akár a régi, akár az új csomagolású termékünk van, mindegyiket ugyanúgy tudjuk használni. Az új csomagolás esetében találunk néhány újdonságot. A zsinór immár visszaesésmentes, a kupak pedig lehajtható, és teljesen visszahajtva pedig rögzül, így nem hagyjuk el. Találunk a doboz oldalán egy táblázatot, amelyen a megfelelő csővastagsághoz ajánlott menetszámot találjuk egy tollig darabszámmal, ami azt jelenti, hogy 10, 12, 15, 17 különböző számok vannak rajta. Azt kell tudni, hogy a kevesebb menet a rézelemekre, a több menet pedig a horganyzott, rosszabbul elkészített menetekre való. Ne feledkezzünk még róla, hogy vannak műanyag menetes elemek is, hiszen a vízszereléseknél háromfajta elemet használhatunk, az egyik a réz kötőidomok, a másik a horganyzott, a harmadik pedig a műanyag. Műanyag esetében érdemes másfélszer annyit föltekerni, mint amit a dobozon találunk. Hiszen csak akkor fog tökéletesen tömíteni, mert mint azt már említettem, a nagyobb, rosszabbul elkészült menetekre érdemes többet tekerni, hiszen ott a tömítésnek nagyobb részt kell kitöltenie, nem úgy, mint a réz elemek kapcsán, ahol nagyon szépen illeszkednek egymásba a darabok. És akkor a száraz beszélgetést követően jöjjön a gyakorlat, lássuk, hogy ezt a nagy csővéget, ezt a menetes részt hogyan is kell a valóságban feltömíteni, leolvassuk, hogy milyen menetszámra van szükség, és már is elkészítjük, ami a fontos, hogy hogyan. Táblázatunk tanulsága szerint 8-12 menetre van szükség ahhoz, hogy ezt az egycolos rézidomot letömítsük megfelelően, így aztán kezdjünk is neki. Rögzítjük az egyik ujjunkkal a zsinort, és elkezdjük tekerni a menetbe. Mielőtt azt gondolnánk, hogy ezt végig a menetárokba kell tekerni, ez nem így van. El kell kezdeni 8-asokat rajzolni, tehát össze-vissza kell, hogy tekerjük a zsinórunkat. Ügyelve arra, hogy ha lehet, akkor mindig máshol keresztezzék egymást. És elegendő lesz ez a 8-10 menet.
Amikor az utolsó szállat is rásimítottuk, már is összetekerhetjük a menetünket. A tömítőzsinór használata, mint láthattuk, igen egyszerű. Egyetlen szabályt kell csak betartani, odafigyelünk a menetszámra, és össze-vissza tekerjük fel a zsinort, nem a menetárokba. Többet ne tegyünk, hiszen a tömítésünk attól nem lesz jobb. Használhatjuk műanyag és réz, és horganyzott elemeken egyaránt, mindenhol tökéletesen működik. És készülünk egy következő videóval, ahol tesztelni fogjuk ezeket a csőtömítési módszereket. Ennyi volt mára, ezt szerettük volna mutatni. Bármilyen kérdés van, tegyétek fel kommentben, szívesen válaszolunk. Sziasztok!